Köszönöm.
Kedves Gallagó nagycsoportosok! Elérkezett a búcsú perce, amikor búcsúztatok az óvodától. Minden óvodás életében eljön az az idő, amikor bezárodnak az óvoda kapuik. Az ilyenkor szokásos módon búcsút vesztek az óvodától. Óvónéniktől, Dajka nénitől, óvistársaitoktól, mindazoktól, akikkel együtt voltatok, együtt éltétek mindennapjaitokat. A játékokkal teli színes csoportszobát felváltja a tanterem, a gondoskodó óvónénik és Dajka néni helyett kedves tanítónénik egyengetik majd útjaitokat. A betű és számok csodálatos világa új barátok és új kalandok várnak rá. 3-4 évvel ezelőtt bölcsödésként és gyermekként érkeztek az óvodába. Még tisztán emlékszünk az első napokra, amikor édesanyátok kezét fogva bátortalanul, de annál nagyobb kíváncsisággal léptetek be a csoportszobába. Nagy szeretettel fogadtunk benneteket, és nagy esemény volt, amikor leszoktatok a pelenkáról, vagy éppen a cumiról. Az óvodában töltött időt igyekeztünk számotokra maradandó élményekkel megfűszerezni, és ennek még a koronavírus járvány sem szabott gátat, igaz, a bezárások egy kicsit megnehezítették az életünket. Már bizonyítottátok szorgalmatokat az óvodás életben. Sokat dolgoztatok, készültetek az ünnepekre, jeles napokra, eseményekre. Sok-sok munka van mögöttetek, hogy bármilyen rendezvényen helyt tudtok állni, megmutattátok, hogy talpra esett, okos, bátor óvodások vagytok. Az utóbbi időben nagyon sok jele mutatkozott annak, hogy iskolások lesztek. Mire is gondolok? A potyogó tejfogacskáitokra, egyre rövidülő ágyacskáitokra, arra, hogy sokan jeleik helyett már a neveteket írjátok a rajzaitokra. Ezek mind azt bizonyítják, hogy az óvisnátok felváltja az iskolatáskat. Útra valónak a barisznyátokat megtöltöttük sok-sok élménnyel, kirándulásokkal, gyermeknapokkal, a szülőkkel töltött közös élményekkel. Vigyétek magatokkal a szép élményeket, vidámságot, amelyben itt éltetek. Vigyétek magatokkal a szorgalmat, amellyel az iskolában sok kötöst gyűjthettek. Vigyétek magatokkal a szófogadást, amellyel mindig örömet szereztek szüleiteknek. Vigyétek magatokkal a szeretetet, amellyel boldogabbá válik a világ körülöttetek. Egy idézettel búcsúzunk tőletek. Ha kilépsz az életbe, élj sok boldog évet, szeress te is úgy bennünket, mint ahogy mi is téged. Kedves szülők, tőletek is búcsúzunk. Köszönjük, hogy a mi óvodánkat választottátok gyermekeitek neveléséhez. Köszönjük, hogy támaszkodhattunk rátok, segítettetek, támogattátok a nevelő munkánkat. Együtt működtetek velünk az évek során. Köszönjük, hogy bármikor, bármilyen helyzetben számíthattok rátok. A Jóisten vigyázza utatokat, és adjon nektek gyermekeitek emberré neveléséhez nagyon sok erőt, türelmet, jó egészséget, szeretetet, hitet és bizalmat. Isten áldjon benneteket!
Sok tudománytól fognak okozódni, és ha eljönnek látogatni minket, ők fognak olvasni nekünk csodaszép meséket. Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda búcsúzik Csillag Milántól. Búcsúzik Rozsnyai Zalán. Búcsúzik Bozóki Lili. Búcsúzik Szakács Ádám. Búcsúzik Krisz Léna. Búcsúzik Udvardi Máté. Búcsúzik Vas Viktor. Búcsúzik Hornyák Krisztián. Búcsúzik Vörös Péter. Búcsúzik Sárik Balázs. Búcsúzik Szabó Panni. Búcsúzik Pásztor Csilla. Herpai Laura. Péter Szabó Bodó. Csilla Gergő. Bajger Dávid. Horváth Laura. Laura. Lőri Krisztián. Bányai Áron. Kürtösi Hanna. Ez a vicséba, állj a
egy kis figyelmet szeretnék kérni tőletek. Hát nehéz szívvel, de el kell búcsúznom tőletek. Van, akivel már talán 4, 3, 2, 1 éve vagyok együtt. Nagyon sok élményünk volt, ha visszaemlékeztek, voltak jó és nehéz időszakok, amik közösen átvészeltük ezeket. Arra szeretnélek kérni benneteket, hogy az iskolában is álljatok helyt, úgy, ahogy itt az óvodában tettétek. Fogadjatok szót a felnőtteknek, mert láttátok, hogy amit mi mondunk, az egy útmutatás. Volt olyan, hogy nem fogadtatok szót, és bizony kisebb baleset ért benneteket, és akkor már láttátok, hogy az óvónénnek igaza volt. Így van, gyerekek? Ígérjétek meg, hogy figyeljetek a tanítónénire, mert ő is nektek jót akar. Én kívánom azt, hogy a mennyei atya kísérjen titeket továbbra is. Imádkozzatok, menjetek el a templomba. Ha valami sikerül, adjatok hálát, és ha valamit szeretnétek, hogy sikerüljön, akkor pedig fohászkodjatok. Én biztos vagyok benne, hogy meghallgat majd benneteket. Kedves szülők, kedves rokonok, kedves testvérek, kedves családok! Nagy öröm volt minden kisgyerekkel találkoznom. Voltak persze zötyögős napok, nehezek, de mivel partnerek voltunk, mindig meg tudtuk beszélni, hogy történt valami kisebb időben. Nem volt semmi nagy, de azért voltak. Elfogadták a tanácsaimat, és közösen mindent megoldottunk. Én azt kívánom minden családnak, hogy az iskolában a kisgyerekekben nagyon sok örömüket lejjék, büszkék lehessenek, sokat tapsolhassanak, és megmutathatják egymásnak a szülők, hogy milyen ügyesek a mi gyerekeink, a szomszédok is büszkék lehetnek rájuk, nem csak azért, mert tudásban nagyon ügyesek, meg azért, hogy fejlődtek testileg, hanem erkölcsileg is fejlődtek, mert nem hiába jártak katolikus intézménybe. És egy örömet, sok piros pontot kívánok, sok ötös, és sok-sok oklevelet egy év múlva szeretném látni, hogy kivonulnak a gyerekek, és megtapsolhatjuk őket. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Sokat gondolkodtam, mit is mondhatnék nektek, kedves bárányosportosok, és egy verset szeretnék útravalóként adni így nektek. Habarics Kitti verse, címe Útravaló. Emlékszem még te rád, s az első napodra, s hogy mi minden történt, mivel én naponta. Évek jöttek, mentek, s te egyre nagyobb lettél, egy pillanat volt csupán, s fel is cseperedtél. S íme most készen állsz, elengedem kezed, könnyes szemmel nézem, büszke tekinteted. De mielőtt még elmész, egy picit figyeljtek. Lásd meg a szépet majd mindig, mindenkibe. Szeresd a világot, és szeresd mindig magad, mert a szeretet s a jóság a te szívedből fakad. Adj mindig egy kicsit a tiszta szeretetből azoknak, kik hiány szenvednek ebből. Te teszed majd jobbá, te borongós világot, ha minden egyes szívbe ültetsz egy virágot. Fogadd hát-e pár sort, mint örök útra valót, ha a világban nehéz lesz majd meglátni a jót. Minden jót kívánok nektek én is ezzel a versen, és én is köszönöm szépen. Yeah.
ajándéklapban részesítjük Udvardiné Szabó Adrient, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda Óvodai Tagintézményében, szülői közösségben végzett lelkiismeretes és áldozatkész munkájáért. Kérlek szépen a kérdéseket! Nagy Mónikát, a Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvodai tagintézményében, szülői munkaközösségben végzett lelkiismeretes és áldozatkész munkájáért emléknapban részesítjük Mónikát. Szeretnék kérni segítséget Krisztiántól, Lilikétől, Lórától és Bodótól. Gyertek itt, jó? Léna, te is jönnek, gyerek! Burcina Terézia, búcsú a Zohó nénitől. Elköszönök most te tőled, összevár az iskola. Búcsú közben megígérek, nem feledlek el soha. Hűen fogok emlékezni minden kedves szabadra, lábaimnak mennie kell, de szívem még maradna. Miközben még utoljára megszorítom kezemet, bár próbálom eltitkolni, sűrű könnyen megered. Átölellek és suttogva, elrebegyel míg lehet, szívem mélyén mindörökre megőrizlek tégedet. Drága Patika és Piroska, a szülők nevében szeretnék most szólni hozzátok. De mit is lehet mondani egy ilyen remekül sikerült műsor után más, mint hogy köszönjük. Köszönjük ezt a mai napot és az elmúlt 4 év minden egyes napját. Mi szülők elképzelni sem tudjuk, mennyi munkát és energiát fektetetek abba, hogy gyerekeink azokká váljanak, akik ma itt állhatnak előttünk. Köszönjük nektek, hogy nagy szeretettel vigyáztatok rájuk, hogy vigasztaltátok őket, ha szomorúak voltak, hogy neveltétek, tanítgattátok őket. A bizonytalan léptű, szerény kis csoportosokból mára magabiztos ballagók lettek. Köszönjük a rengeteg képes beszámolót, amelyek által kicsit úgy érezhetjük, mintha mi is ott lennénk csoportszobában, sétaközben vagy a játszótéren. Köszönjük, hogy azokban a nehéz időkben is, mikor nem lehettetek személyesen a gyerekek mindennapjainak részesei, otthonotokból gondoskodtatok arról, hogy tudásuk tovább gyarapodjon. Remek ötletekkel segítettetek nekünk szülőknek, hogy velünk is átélhessék az alkotás örömét. Hálás vagyunk, hogy gyerekeink az óvodában nem csak jól szórakoztak, hanem játszva tanultak, okosodtak és fejlődtek is. Köszönet a türelemért, a szeretetért, a jó szívetekért. Köszönjük emőket Aduskának, hogy gondoskod a gyerekeinkről a mindennapokban, hogy mindig rend és tisztaság várta őket, és a számos teendője mellett mindig volt egy-két kedves szava, bíztató mosolya a gyerekek felé. Köszönjük tagintézményvezető asszonynak és intézményvezető asszonynak, hogy mindig támogatták az óvónéni ötleteit és terveit, ezzel segítve csillogást varázsolni sok pici szempárba a számos óvodai program és kirándulások keretében. Hogy folyton azon igyekeztek, hogy óvodásaink a lehető legtöbb lehetőséget kapják fejlődésre és ismereteik bővítésére.
Végezetül Vas Albert sorait idézném, amelyet még ideillőbbet alig ha találhattam volna. A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, csak álom volt a régi jó világ, és mint a fecske halkonyati szélnek, ma szárnyat bontott egy seregdiák. Drága Katika és Piros Kaovó néni, Emőke Daduska, Andika igazgató néni, Isten veletek!